Ígyül Oregon és Azrak a favorit, a start pedig mindenkinek remekül sikerül, középen Oregon kezd remekül, bent a falon Hunter Storm, kékben pedig Ígyül az, aki rettenetesen gyors, fél távot elhagyja, Ígyül vezet Oregonnal szemben, Ígyül és Oregon az első két pozícióban, Hunter Storm mellett a harmadik, Ígyül pedig meg fogja nyerni a futamot, Ígyül nyeri a Full Track Sprint díj első részét, Ígyül a nyerő, mögötte a favorizált Oregon, lehet majd a második, és Hunter Stormnak juthat majd a harmadik hely. Ez volt tehát a nemzetközi lóverseny és Full Track Show legelső futama péntek este. Te Ígyül, Hunka Zsolt kutyája nyeri tehát a futamot. Nézzük a nyulat, ami elindul, és jönnek a többiek is. Black Betty egy kicsit ott marad a startnál, viszont Coming Soon rettenetesen jól kezd. Coming Soon az élen mögötte Chili, illetve Dixie kettőse. Egyelőre Muci is jól tartja velük a lépést, de úgy tűnik, hogy Coming Soon ebben a futamban nem lehet megverni. Coming Soon nyeri a versenyt, mögötte Chili lehet majd talán a második, a harmadik helyre pedig talán megérkezik majd Dixie. Muci van hozzá nagyon közel. Start! Start elindult a Fegat férfi amatőr Európa-bajnokság első futama, Welcome to Budapest Handicap, és azt lehet mondani, hogy szerencsére nagyon-nagyon jól, hiba nélkül indult az egész társaság. Norman az egyik outsider, az aki remekül kezdett és elmegy vezetni, Otibos zárkózik fel mellé, aztán jön a favorizált Bibops Cassandra, mellette bent a falon Olisan tartja magát még viszonylag jól, finn hajtójával Tico Time a középmezőn tagja, és az olaszszal a legeredményesebb hajtók egyikével Opál lány jött el szenzációsan a második sorból, ott van már az üldözőboly élén. Otibos gyorsít, és az első egyenese fordulva könnyedén veszi át most már a vezetést. Otibos tehát itt van Pollárral, a belga aspiránssal az élen. Mögött ott van Norman, aki mögé próbál beülni az osztrák Thomas Royé Bibos Cassandrával. Így viszont útja van Tico Time-nak, jön Tico Time, és jön White Plains, egy másik favorit, egy körrel a vége előtt felmennek Otibos mellé. Egyelőre, aki zárja a sort, az Tini Mia. Az élen, tehát kettes fogatokban rendeződik a mezőny, talán, bár nagyon gyorsnak tűnik Tico Time, presszionálja az eddig élenügető Otibost, és gyorsítanak is, ezáltal előnyre tesznek szert a többiekkel szemben. White Plains jelenleg tisztán a harmadik pozícióban versenyez, aztán megindulni látszik rajtuk kívül Topap is ötössel, tehát ő is a fronthoz tudott csatlakozni, követi őket Bibaps Cassandra, illetőleg német hajtójával. Ott versenyez Donia Doné is viszonylag a frontban jelen pillanatban. Hát ők ketten elmentek nagyon is, hogy világgá, aztán a harmadik pozícióban ott van a White Plains. Hát egyelőre Topap próbálja a pressziót ráhelyezni Otibosra, ők vannak az élen. Norman is keresi a helyét jelen pillanatban, akkor, amikor közelítenek most már az utolsó kanyarhoz, és egyelőre még nem dőlt el semmi, hiszen ők ölik egymást. Otibos, illetőleg Otibos mellett ott van Tico Time, majd White Plains, egyelőre ez a sorrend, de sok minden változhat. Én az utolsó 300 méter, Otibos egyelőre uralja a versenyt, Otibos, Tico Time, White Plains a sorben, Norman mögé beragad Bibos Cassandra, próbálnak jönni a háttérből Donia Donévedel. Otibos egyelőre esélyeshez méltó módon könnyedén uralja a versenyt, 2-3 osszal van élen, érik egy belga győzelem, hasak, nem lepi meg Tico Time az utolsó métereken, mert Tico Time a végén mindig nagyon-nagyon erős jön, Veli Matti Kangasnuma Finnországból, Otibos azonban védekezik, Otibos vagy Tico Time, Tico Time gyors. Tico Time révén finn győzelem az első futamban. Tico Time, Otibos, White Plains az első három helyen. És ebben a másodpercben elindult át a Larry Mover D, és ahogy vártuk, Deadshot rettenetesen gyors már a verseny legelején, és ő az, aki vezet Dinamóval szemben. Deadshot, Dinamo az első két pozícióban, fél távhoz érünk, Dinamo pedig folyamatosan támadja a favoritot, kívül pedig Buksi az, aki bejelentkezik egy helyezésért. Az utolsó 50 méter zérve azonban Deadshot úgy tűnik, hogy ezúttal is verhetetlen, Deadshot fogja megnyerni a Larry Mover D, a Deadshot, Dinamo Best Bolt végül feljön a harmadik helyre. Start! Start elindult a Fegat férfi amatőr EB második futam, egy kicsit zavaros az indítás, többen is galoppoznak, többek között Perfect, illetve a Trónörökös is nagyon gyengén kezdett, és hát a kezdő tempó is egészen döbbenetesen gyors, No Fear még le tudott csukni az egyébként is remekül kezdő Shizu, ennek a favoritnak, és nagyon-nagyon megrántják ők ketten a mezőnyt, mögöttük Tengelic kezdett egészen szenzációsan, és már az első egyenese fordulva ott üget a harmadik pozícióban, ez a Poéta Shizu mögül Gyolai Zoltánnal, szerencsére nagyon-nagyon jó kapta el a startot. Libasorban szinte a komplett társaság, vezet No Fear Thomas Royével az osztrák hajtóval,
mögött azonban jön két favorit, Cheese William, valamint Tengeritz párosa. Poéta mögött a svéd hajtó, Undercover igyekszik feljebb jönni, ugyanezt is teszi Solti Geri, és hibája után Perfect is megkezdi a zárkózást. Kérdés azonban, hogy versenyben van-e. Egyre inkább kezd összeállni, összetömörödni a mezőny, és amikor egy kör van hátra, Cheese William meglehetősen éles manőverrel, de kiveszi a Roar Hop, és megpróbálja talán majd megtámadni a vezető No Fear-t. Egyelőre azonban továbbra is No Fear uralja ezt a versenyt, a mögötte ott van tehát Cheese William, akit hiába hozott ki második spurba hajtója, egyelőre nem tud mellé fölérni, tehát tartja ezt az egy hosszas hátrányát. Mögötte ott van nagyon jó helyzetben Tengeritz, aki úgy szintén a második spurban próbál előre ügetni, illetőleg Undercover, aki vele fejt megy jelen pillanatban. A következő az ötödik pozícióban pedig Vakarcs Ergét láthatjuk versenyezni Solti Geri társaként, aki így tehát a hatodik pozíciót tudja elfoglalni. Nagyon belekezdett az elején, és úgy tűnik, hogy Cheese William, a gyors kezdő, bár nem tudott rögtön az ére állni, most ott a hátsó egyenesben ére tud menni, és húzza maga után a többieket, de hát mögötte Tengeritz is megindít egy gyors rohamot, harmadik pozícióba csúszik így vissza No Fear, és ott van Undercover, illetőleg Vakarcs Ergét. Én az utolsó 350 méterre favorit egyelőre vezet Cheese William norvég hajtójával Roar Hopper a frontban, mögötte jön az olasz Filippo Monti és Tengeritz, ott van Undercover és viszonylag közel Solti Geri is bejelentkezik egy jobb helyezését. Az utolsó 150 méterhez érve elindul Tengeritz, jön Tengeritz óriási lendülettel, Vakarcs Ergét is megindul a háttérből, Cheese William egyelőre úgy tűnik, hogy verve van, bár próbál visszajönni, de Tengeritz ezt a futamot meg fogja nyerni olasz győzelem Filippo Montival. Tengeritz nyeri az EB második felvonását, mögötte Cheese William, Vakarcs Ergét, Undercover, a lovak további sorrendje. Start. Ebben a pillanatban elindult a férfi Fegat amatőr EB harmadik futam, és Supi borzasztóan kezdett hibával is, és már kiebb is ment vele hajtója, és ugyanezt tette meg Tücsök pillanatban, úgyhogy ők vélhetően kiszálltak már a további küzdelmekből. Nagyon jól jön viszont Uzsok ide be az első kanyara, bent a falon pedig Beddington színei látszanak, majd jön Sziklaszírt, illetőleg a falon láthatjuk még Unciát is olasz hajtójával. Az ötödik pozíciót pedig, aki meg tudta szerezni, az Pozsony, a jó esély Pozsony, őt játszották másodfavoritként úgymond hármasnál, Sziklaszírt pedig a kedvenc, az a Sziklaszírt, aki ezért többé-kevésbé ezért mindenképpen elmondható, hogy jól kezdett. Most azonban egy ritmusváltást eszközöl, 9-essel Tomi Lee, aki második soros volt, és most a harmadik spurban pillanatok alatt ére fog menni, könnyen lehet, hogy ott az istálló egyenesben még le is tud csülni az élen ügető Beddingtonnak. Beddington mögött pedig ott helyezkedik Unci, aki jól el tudott jönni, majd pedig Sziklaszírt, egy kimondottan hosszú távú klasszis következik, egy bolyban halad a mezőny akkor, amikor érkeznek a második kanyarra. Nagyjából 1700 méter lehet még hátra a Fegat férfi amatőr EB harmadik futamából. Tomi Lee az érre át, és azért tartja egyelőre ezt a jó másfél-két osztos előnyét, de hát messze még a vége. Ott van mögötte Uzsok, bent a falon pedig Beddington, mellettük pedig azért jól jönnek a többiek is. Német hajtójával Sziklaszírt az egyik nagy-nagy favoritja a futamnak. Jön rettenetesen jól, ígéretes pozícióban várja majd a folytatás. Bent a falon a tegnapi futam egyik győztese az olasz hajtó Filippo Monti Unciával, mellette pedig Overnight is remek pozícióban. 1300 méter van még hátra futamból, tehát valamivel több, mint egy kör. Azért a kezdeti szétesett mezőnyhöz képest most egy egészen egységes képet látunk. Ketten vannak ugye messze Sumi és Tücsök versenyen kívül, a többiek viszont 15 méteren belül együtt versenyeznek, miközben a vezető Tomi Lee mellé szinte teljesen felmegy fejfejt Uzsok. Gyakorlatilag kettes fogatóká rendeződött a teljes mezőny, akkor, amikor érkeznek az utolsó előtti kanyarba, és még mindig tudja tartani pozícióját Tomi Lee, aki ugye az istálló egyenesben vette ezt el. Mellette ott üget Uzsok. Uzsok hátán pedig Sziklaszírtet láthatjuk, majd pedig norvéga hajtójával következik Beddington, aztán megint egy kettes fogat belül Uncia, kívül pedig ott láthatjuk Overnightot valóban ragyogó helyzetben, mögötte pedig Pozsony versenyez, akkor amikor újfent az istálló egyenesbe érkeztek, igazi mozgolódás még nincs, viszont kiszállt a versenyből Overnight, vélhetően őt diszkvalifikálni is fogják a légüres térben, amit most kialakult, följebb tud viszont így zárkózni Pozsony. Ezt meg is teszi hajtójával, ritmust váltott, és könnyen lehet, hogy meg fog indulni. Mögöttük pedig ott versenyez még Tárkány is igencsak jó helyzetben. Kívül, nagyon kívül indítja meg a támadását Pozsony, neki tehát nagyon sokat kell majd mennie, akkor, amikor már közelítenek a befutóhoz. Én az utolsó 400 méter hibázott Beddington, és Sziklaszírt pedig robbantott, és az érát jönnek a favoritok, hiszen Sziklaszírt mögött Pozsony van remek pozícióban.
uncia uzsok mögöttük még a sorrend, mikor az utolsó utolsó 250 méter, és hát egészen kívül Trendigőrnek van egészen elképesztően jó momentumot. Trendigőr jön, mint aki zsinóron húznak, de Sziklaszét bent a falon még elő van német hajtójával. Német vagy dán győzelmet hozhat az EB harmadik futama. Trendigőr támad, Sziklaszét védekezik belül, Sziklaszét középen pedig Trendigőr. Trendigőre picit elő van, Sziklaszét azonban nem adja meg magát, de Trendigőr nyeri a futamot Krisztián Nissennel. Sziklaszét a második, Pozsony a harmadik, negyedik lesz majd mögöttük Uncia, ötödik Tárkány, hatodik Tommy Lee, hetedik pedig Vanádium Boy, mögötte Gyulai Zoltán Spartakusszal. Start! Start elindult a Fegat férfi amatőr EB negyedik futama, ez a Freddy Móder emlékverseny handicap. Gondok vannak a start után Sunnyval, és gondok voltak a start előtt Kronosszal, utóbbi talpon van, Sunnyt viszont nem sikerül parírozni. Hát ahogy vártuk, elmegy az olasz Beatriz Galindóval vezetni, hát Filippo Monti az éle, mögötte pedig a másik nagy kedvenc tekillás, a két nagy favorit, tehát remekül kezdett, és nagyon hamar ott vannak az első két pozícióban. Primus követi őket kívülről, Gyulai Zoltán a Nickelodeonre is egészen kecsegtető helyzetben, mellette bent a falon Úrika, és egészen kívül pedig a svájci érkezik, Oscar Wilde-dal próbál egy kicsit beljebb jönni, Nickelodeonre mögött pedig Kingston helyezkedik még viszonylag jól az első egyenesen fordulva. Beatriz Galindo éti tartja ezt a jó másfél hosszas előnyét tekilással szemben, a két favorit továbbra is uralja ezt a versenyt, mögöttük bent a falon jön Primus mellett, mögött pedig most már talán Oscar Wilde színe is feltűnik, lelassítja a tempót Filippo Monti, úgyhogy nagyon hamar összerázódik a mezőny, hát a hibázó Sunny kivételével egy csomó van mindenki. És kívül jön Nickelodeonre is a magyar hajtójával, Gyulai Zoltánnal, nagyon jó pozíciót tudott fogni, jelen pillanatban ott versenyez a negyedik helyen, az élen azonban Beatriz Galindo AT, mellette pedig Oscar Wilde láthatjuk, aztán Oscar Wilde hátán Nickelodeonre, míg bent a falon Tequila Hást láthatjuk, akire szorosan rányomja a spanyol hajtó Primust, és az ő hátán pedig a 10-es programszámú Ulrika Emme versenyez. Aztán egy ritmusváltás, finn hajtójával megindul Solti Csabi kívülről, és pillanatok alatt már a top 5-ben találja magát, húzza magával egyébként Kingstont is, akit a svéd hajtó, aki nagyon jó eséllyel várhatja a végküzdelmet az Európa-bajnokság szempontjából is, ott van a frontban. Élen azonban folyamatosan Beatriz Galindo AT, mellette pedig ott versenyez már Solti Csabi, illetőleg Kingston jelenik meg a harmadik spurban, és egy kicsit még bejebb is tud jönni, akkor, amikor érkezünk a végküzdelembe, és egyelőre még mindig Beatriz Galindo AT vezet. Én az utolsó 400 kézből tartja egyelőre az ellenfeleket, Beatriz Galindo AT mögött a tekilás egy kicsit zsákutcában, de egészen jó helyzetben van, hogy ott van még mindig Solti Csabi, és megérkezett Swarovski is az előző futam nyerőjével, a dán Christian Nissennel. Beatriz Galindo AT mögötte Tequila, Solti, Csabi, Swarovski, ők vannak ott a frontban, jön az utolsó 150 méter, Beatriz Galindo AT próbál egy kicsit megszökni a többiektől, Tequilásnak nincs igazán útja, Swarovski középen próbál támadni, Úrikám is megindul, Tequilás az utolsó métereken fog majd igazán utat találni, Beatriz Galindo AT azonban egyelőre még vezet, olasz győzelem, Beatriz Galindo AT, Tequilás, harmadik helyre megérkezik Swarovski, negyedik Úrikám, ötödik Solti, Csabi, hatodik Primus. Start! Start elindult az amatőr EB utolsó futam, ez a Goodbye Kinchen Park Handicap, és lehet, hogy az olasz kiszállt a végső győzelemre a spirálok közül, mert Ankecseből hibával kezd, és nagyon-nagyon messziről vághat neki igazán ennek a futamnak. Úgy látom, hogy Ördög Hegedűse talán az, aki jól kezd többek között, de nem ő az, aki vezet, az orosz megy elvezetni. Asterix Evóval, Evgeny Kárnaukov, aki eddig azért nem sok pozitív eredményt tudott felmutatni, van a frontban, mögötte bent a falon Amy Salav, illetve a spanyol Unipresszel kezdett nagyon-nagyon jól, és ott van egyértelműen ő is a frontban. Aztán Üstökös színét látom a negyedik pozícióban, ő is második soros volt, de abszolút jól jött kinek az intás. Ördögkegedése csak a közép mezőny tagja, és ezért a jó tempónak köszönhetően az első részidő az 13-6 volt, nagyon-nagyon megnyúlik a mezőny. Aztán pedig Szevó diktálja a tempót, két osszal mögötte jön Émi Szláv, aztán Uripesz és Üstökös a sorrend, Kelvin Áti a közép mezőny élén, Underworld-del egyetemben, a sor végén pedig Bimbo de Senu, akinek nem igazán sikerült a verseny első fele. Asterix Evo tehát meghúzza, megrántja a mezőnyt, mögötte ott van Émi Szláv, a második spúrosokat pedig, aki vezeti, az Underworld jelen pillanatban, tehát érdemes erre is figyelni. Nagyon megnyúlt a mezőny, tehát Asterix Evo, Émi Szláv a sorrendünk, aztán pedig 9-essel ott van Unipress, Unipress mögött versenyez Üstökös, és a második spúrból bizony azért lassan-lassan fejlődik fölfele Underworld, Underworld hátán pedig ott láthatjuk Ügető Sztárt versenyezni, és
ördög hegedűse is megindulni. Látszik, hogy fölvállalja a harmadik spurt is, és úgy közlekedik előre, de hát itt még ennek nincs jelentősége, legfeljebb majd a kanyarba, egészen kívül pedig Szaharint hozza dán hajtója Christian Nielsen, aki bizony még a végelszámolásnál is ott lett. Folyamatosan elől van azonban Asterix Evo, Asterix Evo vezet, kívülről pedig egy hatalmas rohammal jelentkezik Szaharin. Jön Szaharin a verseny talán legnagyobb esélyese, és vele együtt Underworld is megindul, jön az osztrák és jön a dán hajtó bent a falon, Asterix Evo még próbálja tartani a helyét, de egyelőre úgy tűnik, hogy hát fel kell adni a vezető pozícióját. Underworld kerül talán most már a frontban, de kívül jön Szaharin, és Szaharinnak, illetve dán hajtójának, Christian Nielsennek ez a jó futás talán az összetett győzelmet is jelenteni. Tehát ott van még Royer is mellette, Underworld vagy Szaharin, Asterix Evo a harmadik helyen, elkeseredett küzdelem az utolsó 50 méteren, Underworld belül védekezik, Szaharin támadja, de a végén már nem kérdés, ebből egy osztrák győzelem lesz, Underworld Tomás Royerrel megnyeri a futamot, Szaharin a második óriási lendülettel megérkezik a legvégén, Velence R, és ő van célfotóban Asterix Evo-val a harmadik helyért. 1, 2, start! Ebben a pillanatban elindult a 2018-as Hungária díj mezőnye. A legjobban Zenit Sárm kapta el az indítás pillanatát, de Zapato rögtön a nyomába ered. Ami jó hír, hogy nincsen hibázó lovunk, le tud neki csukni a pillanatban, úgy tűnik Zagabria Váni, tehát erre került Zenit Sárm. Előzékenyen előre engedt jelen pillanatban, úgy tűnik, aztán Zildi Giri Falcót láthatjuk ott a harmadik pozícióba, de aztán megjelenik mellette Eros Jocelyn, a francia pályákról ide került ügető, és most már a harmadik pozíciót ő birtokolja, Zildi Giri Falcó pedig ott üget mellette. Hát a hátsó lovak azért elég gyorsan le tudták dolgozni térhátrányukat, menet közben viszont nagyon úgy tűnik, hogy Zagabria Váni igyekszik megszökni a többiektől, és pillanatok alatt egy bő 20 méteres előnyre tett szert például Zenit Sármal szemben, aztán Zagabria Vánit láthatjuk. A mezőny libasorba rendeződött, és most már a hátsó lovak is egyértelműen rákapcsolnak akkor, amikor érkeznek a második kanyarba, és teszik mindez Zagabria Váni vezetésével. Nagyjából 1700 méter van még hátra, 104. Hungária díjból ez a Nemzeti Hügető Liga 8. futama, és bizony Zagabria Váni nagyon-nagyon megszökött, próbálja talán ellopni a versenyt, de sok van még hátra, jó 10 méterrel vezet Zenit Sármal szemben. Zenit Sárm mögött Eros Jocelyn jött fel menet közben a harmadik pozícióban, mögötte a legjobban játszott hazaéló Zildi Giri Falcó, majd Zapato, illetve Desert King, a lovak további sorrendje, a sort nem kiszakadva szírja át, zárja. Nem nagyon csökken egyelőre Zagabria Váni előnye, ez mindig legalább 10-15 méterre tehető, tehát jó egy kör még hátra van a futamból, Zenit Sárm továbbra is a második, Eros Jocelyn pedig a harmadik helyen, a negyedik pozícióban Zildi Giri Falcó, Desert King, illetve Zapato, és szírja át mögöttük a sorrend. Úgy tűnik, hogy Desert King az, aki a második spurt pillanatban fölmeri vállalni, illetőleg Szíria éti a mezőny egészen végén, vezet viszont Zagabria Váni továbbra is, most viszont már elfogyni látszik az előnye, kívül második spurban jön Eros Jocelyn is meg fogja őt támadni, elügetett Zenit Sárm mellett ebben a pillanatban a negyedik pozícióban Zildi Giri Falcó, akit pedig követ Desert King, majd pedig ott van Szíria éti is, itt a külső spúron megindítják lassan-lassan a rohamot, azonban egyelőre Zagabria Váni tudja kontrollálni a versenyt, a mögötte azonban ott üget Eros Jocelyn, most már csak egy hossz a kettejük közötti különbség, Zildi Giri Falcó is jól van versenyben, illetőleg Desert King is megindíthatja majd a rohamát, de Zenit Sárm, illetőleg Szíria Éti is bőven a lőtávolon belül, akkor, amikor érkeznek az utolsó kanyarra. Jó, most már a hajra is nagyon-nagyon gyorsnak tűnik az idei Hungária díj, Zapato messze van, Zenit Sárm sem igazán tudja tartani a lépést a többiekkel. Viszont Eros Jocelyn, aki francia győzelmek után indul, tovább tudja fokozni a tempót az utolsó 300-al fordulva, José Ságájál most már ott van a frontban, Eros Jocelyn vezet, Zagabria Váni, Zildi Giri Falcó, és Desert King mögöttük a sorrend, tud-e jönni Zildi Giri Falcó, ez a kérdés, az utolsó 200 méteren nem lesz könnyű Eros Jocelyn utolérni, aki 150-nél tovább is rendelkezik egy jó 5-20-as előnnyel, próbál Zildi Giri Falcó zárkózni, de ebből maximum egy ezüstérem lehet majd, Eros Jocelyn, José Ságájál fogja megnyerni a 104. Hungária díjat, Eros Jocelyn könnyedén ér haza, Eros Jocelyn magyar második hely Zildi Giri Falcónak köszönhetően, Desert King megérkezik a harmadik helyre, Zagabria Váni a negyedik, ötödik Szíria Áté, hatodik Zenit Sárm, sor végén Zapato.
Start elindult a Blaskovics Ernő emlékverseny, az egész mezőnek jól jött el a start, hát Mendinek vannak gondjai, nagyon-nagyon bakozik a startot követően, hát ez nem fog beleférni, Mendi esély nélkül folytatja, illetve egy lót megvált a lovasától, hogyha minden igaz, akkor Fireman szemről esett le Gyorgye Perovics, úgyhogy a szabad ló reméljük azért nem fogja zavarni a többieket. A két favorit tűnik fel a frontban, vezet Dynamo mellett a Ricoletta, Simus színei tűnek fel a harmadik helyen, mögötte Mond Master, ez a megfogó, hát nagyon-nagyon zavaros volt a verseny első fele, a szabadló ráadásul ott van a vezető kettős mellett, illetve előtt. Dynamo vezet mellette, mögötte a Ricoletta, hát innen azért nehéz lesz őket megfogni, Simus egy jó 8-10 hosszal mögöttük egyelőre a harmadik pozícióban. Dynamo, mintha növelni az előnyét Ricolettával szemben, nagyon frissen kézből galoppozik, de sok van még hátra, jó 400 méter. Dynamo, Ricoletta, Simus remekül zárkózva, talán most már egyre közelebb hozzájuk. A befutóra fordulva, Dynamo még mindig az érán. Ricoletta próbál hozzá közelíteni, Simus pedig a harmadik helyen, de folyamatosan faragja a hátrányát. Simus elindul, Dynamo azonban még mindig vezet, Ricoletta és próbálja folyamatosan támadni. A távoszlophoz érve, Dynamo vezet, Ricoletta van mögötte, Dynamo, Ricoletta, Simus egyelőre még mindig a sorrend, és már csak jó 100 méter van hátra. Dynamo-t nem nagyon tudják most már megközelíteni. Dynamo zsinórban harmadik győzelmét aratja, Ricoletta mögötte a második, Simus a harmadik, Mondmaster, illetve megfogó a negyedik és az ötödik. És start elindult a 2018-as Tattersalls Overdose Díja Nemzeti Galoppliga 9. futama. Az indítást követően Fire for Goga, középen pedig Duitin Rio és természetesen Tour to Paris színei tűnnek föl a frontban. Az első 200 méter megtételét követően csak úgy, mint legutóbb, ott van a frontban Tour to Paris, és ott van mellette Duitin Rio, mi mindig azért fej-fej mellett jönnek, Power of Angel is viszonylag jól tartja magát, mögöttük Fire for Goga, valamint Night for Overdose. Lovagolni kell Duitin Rio-t, mellette könnyebben jön Tour to Paris, és amikor féltávhoz érnek, Tour to Paris talán most már fölénybe kerül Duitin Rioval szemben. Tour to Paris, Duitin Rio, Fire for Goga egyelőre a sorrend, és a verseny utolsó 300 méterre megkezdi a mezőnytől való távolodás Tour to Paris. Tour to Paris száguld az újabb, méghozzá a 8. győzelme felé, folyamatosan növelve az előnyét, 3-4-5 hosszal vezet, most már a második helyért Duitin Rioval, mint Fire for Goga küzdenek majd, és megvan az újabb siker, Tour to Paris megnyeri a Tattersalls Overdose díjat, és Tour to Paris továbbra is veretlen, Fire for Goga mögötte a második, Duitin Rio a harmadik, Night for Overdose, Power of Angel és Justice volt mögötte. És start elindult a 2018-as Kincsemdíj Nemzeti Galoppliga 7. futama. A startot követően egyelőre azért komoly talán a pozíció, harc, esti fény feltűnik a frontban, Eszkándárral egyetemben, és nagy kérdés, hogy ki lesz majd az, aki elmegy vezetni esti fényjel, ezt úgy tűnik, hogy nem szeretné felvállalni Nagy Tamás, hogyha Eszkándár marad az élen, mögötte bent a falon Kilvörd autor is közel van, kívül pedig Zoriana, és nagyon-nagyon szaporázza Portorikos is az élmezőny tagja egyelőre, amikor kereken egy kör van még hátra a futamból, Bigfoot ott a középmezőben, Rosenfire pedig egyelőre Sárkányfűvel egyetemben zárja a sort. A kanyarhoz érve Eszkándárnak van egy jó másfél-két hosszas előnye a két favorittal szemben, hiszen ott van mögötte kívülről Zoriana, bent a falon pedig esti fény, a folytatásban Kilvörd. Kilvörd mellett autor galoppozik, aztán jön Portorikos és Bigfoot, Freddie Mercury, Sárkányfű, Rosenfire még mindig a sor végén. Nem tűnik azért rossznak a tempó, de azért viszonylag együtt galoppozik a mezőny. Eszkándár előnye mindig legalább másfél hosszasra tehető az üldözőkkel szemben. A túlsó oldalra fordulva Eszkándár, Zoriana, esti fény még mindig a sorrend, majd jön Kilvörd és autor kettőse, bent a falon mögöttük Freddie Mercury, mellette Portorikos versenyez, kívül pedig Bigfoot is viszonylag közel van. 3-4 hosszal leszakadva tőlük Sárkányfű és Rosenfire egyetemben, nekik kell majd a legtöbb teret jóvá tenniük. Az üggető átjárót hagyja lassacskán a mezőny, úgyhogy rövidesen jön a verseny utolsó 1000 méterre. Eszkándár még mindig őrzi előnyét a többiekkel szemben. Eszkándár, bent a falon mögötte Kilvörd, mellett esti fény és Zoriana, Marjon autor, Freddie Mercury, Portorikos, Bigfoot, Rosenfire és Sárkányfű. Még mindig semmi nem dőlt el, ez a 2018-as kincsemdíj, és elindulnak a favoritok. Jön esti fény, jön Zoriana, felgalopoznak Eszkándár mellé, mögöttük a két tréningtárs, Kilvörd, valamint Portorikos, Freddie Mercury és autor mögöttük a sorrend. A kanyar végén elindul esti fény, könnyedén, nagyon-nagyon jó jön esti fény mellett a Zoriana, Kilvördet egy kicsit kell lovagolni, jön azonban Portorikos, jön autor, Bigfoot is megindul a háttérből. Esti fény az élen az utolsó 400 méter kezdetén, és esti fény szerencsére jobban jön, könnyebben jön, mint Zoriana. Esti fény kezd távolodni a többiektől, esti fény vezet, jön Portorikos, esti fény Portorikos, illetve a Zoriana egyelőre az első három, kívül autor gyújtja be a rakétákat, a távoszlophoz érve, esti fény vezet, Portorikos egyedül most már, aki esetleg meg tudja közelíteni, de a derbi gyerő egyelőre vezet.
vezet, meg lehet a magyar győzelem, Esti Fény portorikat a sorrend, és Esti Fény Nagy Tamással megnyeri a kincsem díjat, magyar győzelem, Esti Fény, portorikos Rosenfire, Eszkándar a negyedik autóra az ötödik.